Önök a Nexus TV hangtárát hallgatják. Sorozatunk címe 77 magyar történet Kárpát-medencei gyerekektől mindenkinek. Hallgassák szeretettel! Mária országa. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ország, amit úgy hívtak Magyar Királyság. És ebben az országban élt egy szegény ember. Ennek a szegény embernek nem volt mása, csak egy fia, Andos. Egy nap úgy döntött, elmegy szerencsét próbálni. Ahogy ment, mendegélt, egyszer csak egy sűrű erdőbe ért. Bement az erdőbe, és az erdő közepén utolérte őt az éjszaka. Mire elszenderedett volna, egy kiáltást hallott. Elindult a kiáltás után, és egyszer csak egy barlanghoz ért. A barlangban talált egy ketrecet, és benne volt egy lány. Andos nem volt rest, gyorsan cselekedett, kinyitotta a ketrecet, és kiengedte a lányt. Nem volt idő hálálkodni, mert jött a gonosz medve, aki ezután bezárta a királyfit a ketrecbe. A lánynak sikerült elmenekülnie. A medve így szólt Andoshoz. Legény, most nagyon megharagítottál. Kiszabadítottad a vacsorám, de ne aggódj, mivel három a magyar igazság, ezért három nap, három éjszaka múlva megeszlek téged. Andos ezen nem szomorodott el, mert ezt gondolta. Majd én birokra kelek ezzel a medvével, és majd meglátjuk, hogy ki fog enni a végén. De sajnos Andos tehetetlen volt, mert ennek a medvének volt olyan főzete, amit ha megiszik, akkor 101 ember kell ahhoz, hogy legyőzzék. Telt múlt az idő. Eközben a lány, aki kiszabadított, hazament és szólt István királynak, hogy küldjön a barlanghoz katonákat. Ott esett fogságba, aki kiszabadította. Azért szólhatott István királynak, mert ő volt István legkedvesebb szolgája. Eljött a harmadik éjszaka. Andos nagyon szomorú lett, mert tudta, hogy ami holnap hajnalban történni fog, az élet-halál kérdése. Szerencsére megérkeztek a katonák, akik pont 100-an voltak. A medve megitta a főzetet, és neki ment a 100 katonának, akik közben kiszabadították Andost. Erre a fiú megütötte a medvét, aki azonnal elesett. A katonák összetörték a ketrecet, hogy a medve többet ne egyen embert. Ekkor a katonák István király elé vitték a hős Andost, aki azt mondta István királynak. Kedves királyom, köszönöm, hogy segítettél rajtam, és ezért elmondok neked egy titkot, amit már az ükapám is őrzött. A mi családunk rengeteg éve őrzi a Szent Koronát, és most megmutatom néked, hogy hol van. Legyen a tiéd a Szent Korona, mert én biz ezt felajánlom néked. István erre nagyon megörült és követte. Andos Istvánt egy barlangba vezette, és megmutatta neki a koronát. Istvánt megkoronázták a Szent Koronával, de ő nem érezte erre méltónak magát, ezért felment vele a legmagasabb hegyre, és feltette a tetejére. Ekkor ezt mondta. Ezt a koronát felajánlom Szűz Máriának, hogy védelmezze országunkat. Ekkor nagyon esett az eső, de miután ezt a mondatot kimondta, hirtelen 7 ágra sütött a nap, és minden virágba borult. István annyira hálás lett Andosnak, hogy adott neki 100 zsák aranyat. Andos az aranyat hazavitte, odaadta az apjának, ezután feleségül vette István legkedvesebb szolgálóját, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.